kérdéseket teszik fel nekik. Ha most egy ilyen körkérdés formájában megkérdeznénk sok-sok embert, hogy mitől félnek, vajon milyen válaszokat kaphatnánk? Nem lehetséges egy ilyen körinterjú, hiszen ha valóban tudnánk, hogy mitől félünk, akkor nem lenne ennyi félelem jelen. Tehát nem tudnánk válaszolni a kérdező riporternek, de hátra hőkölnénk a félelemtől, megijednénk. És ennyiben egy ilyen körinterjú kegyetlen lenne. Ez azt jelenti, hogy utópia egy olyan társadalom, amelyben nincs félelem? Utópia az ember élet félelem nélkül. Én egy olyan társadalmi, emberi berendezkedést el akarok gondolni. Lehet, hogy ez is utopisztikus. Amelyben, hogy József Attila szavait idézzem, nem muszáj hősnek lenni. És ahol nem kell bátorság sem az átlagos földi tisztességhez. Eszembe jutott két kedvenc irodalmi példám, élmény tulajdonképpen mind a két regény, csak a gyávaság és a félelem kapcsán jutott eszembe. Bulgakov nagyszerű művében, a Mester és Margaritában, amikor Lévi Máté Krisztus keresztre feszítése után megjelenik Pilátus előtt, és Pilátus elolvassa Lévi Máté feljegyzéseit, akkor egy szíven ütő mondatot talál, amelyik úgy szól, hogy legnagyobb bűn a gyávaság. A másik ilyen kedvenc irodalmi élményem a József és testvéreiből való. A legifjabb testvér József ül a kútnál, édesapját várja, és az félti őt, hogy itt ülsz egyedül a kútnál, és nem félsz, hát mi lesz, ha egy vérengző oroszlán megtámad. És akkor azt mondja, hogy nevén fogom nevezni, és akkor már nem félek tőle. Én bevallom, körkérdés nélkül, hogy én félek a gyávaságtól. Ha nevén nevezhetnénk a gyávaságot, ha megtudhatnánk, hogy hogyan jelentkezik ez a társadalomban, akkor talán sem nekem, sem másoknak nem kellene félni a gyávaságtól. Mit tudunk mondani a félelem és a gyávaság közötti különbségről? Örülök a példáinak. A félelem teljesen természetes, hiszen az embert valódi veszélyek fenyegetik. Tehát nem gyáva az az ember, aki fél valóságos sorscsapásoktól, amelyek érhetik őt, érhetik a szeretteit. Nem gyáva az az ember, aki fél betegségtől, haláltól, háborútól. A gyávasság más. A gyávasság behódolás félelmeinknek, a gyáva ember félelmeinek a kiszolgáltatott. A bulgakovi példában legnagyobb bűnként jelöli meg Lévi Máté a gyávasságot. Emlékezzen rá vissza, hogy ettől a mondattól Pilátus összerezzen. Vagyis megijed, hogy nevén neveztetik saját bűne. Nekem az a véleményem, hogy a gyávasság forrása bűneinknek. Egy kicsit módosítanék tehát ezen a mondaton. Nem önmagában bűn, hanem forrása lesz a bűnnek, amennyiben gyávasságból nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk, nem mondjuk ki azt a szót, amit ki kellene mondanunk, eltűrjük azt, amit nem lenne szabad eltűrnünk, és ebből a kis felsorolásból is kiderül, hogy az esetek többségében nem mindig, de a többsége az eseteknek olyan, amikor néma és passzív bűnök forrásává válik a gyávasság. Innen a veszélye. Mert a néma és a passzív bűn
nem tetten érhető, vagy nagyon nehezen tetten érhető, nem büntethető, büntetlen, névtelen marad, és teljesen egyetértek azzal, hogy a dolgok megnevezése, ami egyik nagy eszközünk, nagy fegyverünk, hogy leküzdjük az ismeretlent, amely már csak ismeretlenségénél fogva is félelmet kelt bennünk. A József példára, a Thomas Manni példára gondolok, de a motívum nagyon-nagyon régi. Nincs folklór, nincs nép, amelynek a népmese kincse valamilyen formában ezt a motívumot ne tartalmazná, hogy a legveszedelmesebb erdei manót, ha néven tudjuk nevezni, akkor győzzünk felette. Hogy mégis miért marad el sok esetben ez a néven nevezés? Nem azért, mert nem tudjuk a nevet. Nem tudás híján, hanem itt szerintem megint a gyávaság lép be. Megjegyezném, hogy magához a tudáshoz sem egyszerűen elmebeli képességek kellenek, tudni, ismerni kell. Ezek szerint egy olyan különbséget is lehetne talán tenni, visszautalva az előbbire, hogy a félelem nélküli élet az nem tévesztendő össze a gyávaság nélküli élettel. Tehát lehet és elképzelhető egy olyan társadalom, amiben a valóságos veszélyektől félünk, és elképzelhető egy olyan társadalom, nem utópia, amiben nem vagyunk gyávák, mert csak a valóságos veszélyektől félünk. Egyetértek, ha utopisztikusnak hangzik, akkor is ki kell tartanunk amellett, hogy elképzelhető olyan emberélet, amelyben félünk, de nem hódolunk be félelmeinknek. Próbáljuk meg. Félünk, mert veszélyek fenyegetnek, de képesek vagyunk ezeket a veszélyeket nevükön nevezni, szemükbe nézni, farkas szemet nézni ezekkel a veszélyekkel, önáltatás nélkül. De az önáltatás is olyan emberi magatartás, ami mögött gyávasság van. Azért áltatjuk önmagunkat, azért áltatunk másokat, mert mi magunk nem merünk szembenézni a veszélyekkel, és másokat nem merünk szembesíteni, az áltatások egész lánca visszavezethető erre. Próbáljunk egy ilyen felsorolást tenni, elnézést, hogy többször közbeszólok, de ha ennek ilyen szerepe van, hogy megnevezzük, és nem tudjuk elképzelni a társadalmat jelenlegi gyakorlatunkban még úgy, hogy ne lennének ilyen torzult félelmek, ami összekeveredik a gyávasággal. Segítsünk abban, hogy nevezzük meg, milyen jelenségek azok, amikor észreveszünk, hogy itt a gyávaság jelentkezik. Igen. Mert általában gondolom senki nem szeret gyáva lenni, mégis nagyon gyakran belesünk ebbe a nagyon kínos bűnbe, a legcsúnyább bűnbe. Hát hogyan jelentkezik a gyávaság? Igen. Azt hiszem, hogy már a félelmek között is különbséget kell tenni. Mert az általam emlegetett minden embert fenyegető veszélyektől nem lehet nem félni. A rettenetestől megretten az ember. Szójátéknak hangzik, de hadd mondjam azt, ha van bátorsága a rettenetessel szembenézni. De ha semmiségektől, ócska kis veszélyektől félünk, és ezek vezérlik tetteinket, vagy inkább cselekvés képtelenségünket, ha megbédítanak, semmi kis veszélyek. Ez sokkal súlyosabb. Tehát a gyávaságnak is formái és fokozatai vannak. Ha behódolunk mikrohatalmak előtt, ha behódolunk a kiszerűség zsarnoksága előtt, személytelen zsarnokság ez,
ha behódolunk a rossz indulat erőszak szervezete előtt, mert van a közönséges hétköznapi rossz indulatnak hallatlan, nagy erejű, néma szervezete, amely megrettent, visszarettent a tettektől. Ha nem merünk szóvá tenni igaztalanságokat, mert félünk, hogy aki az igaztalanságot elkövette, megtorolja, hogyha mi néven nevezzük az ő tettét. Ha vétkek miatt nem merünk senkire rákopogni, és megmondani, hogy mit tett, akkor lehet, hogy a hétköznapjaink idézőjelben békésebbek lesznek. De ezeknek a mulasztásoknak a felhalmozódása, ez óriási kockázattal jár, amitől sajnálatos módon nem szoktunk félni. Sok ilyen kis mulasztással az ember élete leglényegesebb törekvéseit mulaszthatja el. És ez rossz indulattól függ, vagy pedig egyszerűen csak félünk? Én attól tartok, attól félek, hogy a rossz indulat inkább következménye saját gyávasságainknak, amennyiben, ahogy az előbbi példánál maradjak, ha nem szólunk egy igaztalanság ellen, ha nem védünk meg valakit, ezt csak azzal tudjuk igazolni, hogyha megpróbáljuk önmagunkat meggyőzni arról, hogy meg se érdemelte a védelmet. Tehát az utólagos önigazolás, az rossz indulatot hoz világra. Iszonyú veszélye van ennek. És ezt a veszélyt nem ismerjük fel, különben nem hódolnánk így azoknak a semmi veszélyeknek, amelyek a hétköznapokban fenyegetnek. Nem mondom azt, hogy nem megérthető az az emberi gyarlóság, amely mindnyájunkban megvan, hogy félünk a bíráló vagy ítéletet mondó szavunk olyan egyszerű következményétől, hogy az, akinek megmondtuk a véleményünket, hát összeszűkülő szemekkel fog ránk nézni. A rossz indulattól való félelem is érthető, de attól még nem elfogadható. Mert ezekkel a kis félelmekkel, kis veszélyek előtti behódolásokkal túl nagy árat fizetünk. Igen, de én úgy érzem, végül az emberben úgy válnak belsővé ezek a félelmek, hogy öntudatlanul nem merészkedik bele az élet legfontosabb vállalkozásaiba. Nem merészkedik bele abba, hogy igent mondjon és nemet, hogy megnyilatkozzon. Nem merészkedik bele valódi emberi szenvedélyekbe. Nem fog fölháborodni. Nem lesz elragadtatva, takaréklángra állítja magát. Tehát egy óvatos érzelmi háztartást rendez be, mert ebben biztosítékát látja annak, hogy kockázatmentesebben éljen. De ez bizonyos természetes védekezésnek tűnik nekem, ugyanis mi valószínűleg könnyedén mondjuk azt, hogy óvakodjunk a gyávaságtól. De azok az emberek, akik a veszélyeket, az eltorzult, valótlan veszélyeket valóságosnak érzik, és ezáltal megteremtik szinte a társadalomban, akik a középszerűség óvatosságát felépítik, azt hiszem talán éppen önnél olvastam, ezek eredményezik azt, hogy ha újra felépítik a Bastille-t, akkor ők azt mondják, hogy ugye megmondtuk, ugye, hogy okunk volt félni. Tehát mit tudunk mi tenni az ellen, hogy az emberek ezeket a valóságosnak vélt, és éppen ezáltal valóságossá váló, félelemre okot adó, gyávaságra okot adó körülményeket elkerüljék. Tud az ember valamit tenni ez ellen?
Hát persze, hogy tud, de teljesen igazságtalanok lennénk, hogyha elsősorban azoktól az emberektől követelnénk félelmeik leküzdését, akik félnek ugyan, de nem félemlítenek meg másokat. Az elsőrendű vétség a megfélemlítés bűne, de a megfélemlítettség se ment föl az alól, hogy megpróbáljunk ezzel szembehelyezkedni. És ezért védtem én, hogy úgy mondjam, védtem a félelmet, de nem védtem a gyávasságot. Azt mondtam, félni mindnyájan félünk. De kell tudni az élet fontos pillanataiban, és a hétköznapok is tele vannak ilyen fontos pillanatokkal, szembeszegülni ezzel. Kell tudni szót emelni, még akkor is, hogyha a fontos szavaknak súlyuk van, és ezért nem véletlen, hogy a nyelv is szót emelni kifejezést használ. A cinkos hallgatások, néma bűnök. Igaz, nem csak a cinkos hallgatás, a gyávasság bűne. Hanem van egy rafináltabb megnyilatkozása a gyávasságnak. Amikor beszélünk, beszélünk, nincs szó hallgatásról. De a szavak nem a dolgok megnevezését szolgálják, megfordítva. Virtuóz módon használjuk a szavakat, de csak fátyolt szövünk a dolgokra. Körmönfont mondatokból útvesztőket építünk, csak ne kelljen állást foglalni. Az ilyen nyelvi ravaszkodás, amely megfosztja a szavakat hitelüktől, merénylet, mert hiszen az emberi érintkezésről van szó. És az, aki a szavakat megfosztja hitelüktől, az igaz szavakra is átsugárzó bizalmatlanságot ébreszt. Igen, ám, de nem azt mondja, hogy én a megfélemlítés érdekében mondom, na, hanem az erkölcs nevében mondja, a tisztelet nevében mondja, hát, a bátorság, a barátság, az engedelmesség, a hűség és más ilyen fogalmak nevében mondja. Hát ez valóban megzavarja a tisztánlátásunkat? Itt van az igazi baj, amikor a szavak nem megnyilatkozások, hanem éppen a rejtőzködésnek, a valódi szándékok elrejtésének az eszközei. A csupasz érdek nem szeret csupaszon megjelenni. Nagyon jól öltözötten szeret megjelenni. Egy nyelvi jól öltözöttségben. Na most ennek egyik, nem egyetlen, de egyik esete, hát a semmitmondás, ami, ha már itt a televízióban beszélünk erről, akkor hadd mondjam, hogy a tömegkommunikációnak egyik vétke, hogy nem állja útját a semmitmondásnak, és ezzel egyfajta nyelvi környezetszennyeződéssel fenyeget. Tudnélik, a mondani való hiányának az elrejtéséhez kell a legtöbb szó. A szavak devalválódnak, inflálódnak, és ez bizony nagyon nagy veszély, mert a szó számunkra, emberek számára a legjelentősebb, a legátfogóbb inger. Végtelen mennyiségű frázis van forgalomban. Engedje meg, hogy játékosan definiáljam a frázist. A frázis szerintem, hát ez csak játékos meghatározás, az emberi érintkezés hamis pénze. De akinek sok hamis pénzzel van dolga, az érthető módon minden érmét meg fog kopogtatni, hogy igaz-e. Tehát a bizalmatlanság, amit a frázisok ébresztenek, fontos igazságokra is átsugárzik.
és megingatja az emberi kommunikációt. A semmit mondó fecsegések gyávaságból fakadnak. Mert szinte azt a kifejezést használnám, hogy szándékoltan maradunk sokszor a felszínen. Mert ez veszélytelen. Mert ez a szándékolt felszínen maradás megóv attól, hogy mélyebbre jussunk akár egymás életében, egymás sorsához közelebb kerüljünk, óvakodunk ettől. És ezért nevezem szándékoltnak ezt a felszínességet. Ez azt jelenti, hogy még attól is félünk, hogy kapcsolatokat teremtsünk emberekkel, hogy vállaljunk embereket? De még mennyire? És ez egyike a legsúlyosabb félelemnek, legkockázatosabb óvatosságnak. No, nem tagadom. Minden mélyebb emberi kontaktus valóságos veszélyekkel fenyeget. De meg kell mondanom, hogy mire gondolok. Most én is a Józsefre hivatkozom. Nincs vakmerőbb vállalkozás, mint szeretni. És ennek többnyire olyan gyönge lelkek teszik ki magukat, akik nincsenek fölkészülve arra, hogy viseljék a következményeit, mondja a Józsefben Thomas Mann. Igen ám, de mit ér az ember élet, ha óvakodva a mélyebb emberi kapcsolatok kockázatától, attól, hogy minden kontaktus bármelyik pillanatban azt jelentheti, hogy a másik embert érintő sorscsapást is viselnünk kell, válunkra kell vennünk. Mit ér az élet ezek nélkül, a kockázatok nélkül? Van egy megrendítő... Tehát itt az összemérés hiányzik. Van egy megrendítő filmélményem. Annak idén a talpalatnyi földben, amikor a gózjóskát elviszik a csendőrök, és ott állnak a kubikusok, és nem szól senki. A film azt hiszem legmegrendítőbb pillanat, amikor a sorból kilép az egyik öreg kubikus, és reket hangon azt mondja, de hát élni kell. Mindenki úgy érzi magát, hogy az igazmondás, a félelem, a gyávaság és az élni kell összevetésében, az élni kell a nagyobb parancs. Mindenki igazolva látja magát ebben. Van-e lehetőségünk arra, hogy megteremtsünk egy olyan környezetet, amiben az élni kell, és az igazat kell mondani, és félelem, gyávaság nélkül kell élni, összehangolható. Azt hiszem, ön írta egyik alkalommal éppen, hogy az athéni pólisz az egy olyan egység volt, ahol az etikai normáknak valóságos tartalmuk volt. Ma pedig szétszórtan élünk a világban, egészen közel van hozzám Vietnám és Kamcsatka. Hogy tudok ebben a nagy egységben olyan biztos erkölcsi kapaszkodókat kapni, hogy az élni kell és a nem félek összeegyeztethető legyen? Én nem vállalkoztam volna arra, hogy a gyávasságról beszélgessek nyilvánosság előtt, hogyha szót emelni életveszély lenne. De ezért mondtam azt, hogy az én véleményem szerint a semmiségektől való félelmet leküzdeni. Ez az alapvető. Tudom, hogy a semmiség sem biztos, hogy egy ember életben semmiség. Tudom, hogy nem csak életveszély lehet félelmetes, hanem az igazmondásnak még vannak olyan konzekvenciái, melyeknek nem lenne szabad lenniük. Hogy az igazmondó ember, ha el is jut oda, hogy érvényt szerezzen a maga igazának, túl sok megpróbáltatásnak van kitéve. De hát ezért említettem én a megfélemlítők elsőrendű felelősségét. Át kell törni ezt a gyűrűt. Tudnélik, van olyan gyanúm, hogy valamennyi zsarnokság
mindannyiunkban van. Mindannyian könnyen megharagszunk. Aminket egész szeliden érintő bíráló szóért is, még akkor is, ha nem egész közvetlenül érint ez minket. És én nem véletlenül mondtam, hogy a legtöbb vétségünknek a gyávassága forrása, mert szerintem még a féltékenységnek is ez a forrása, a szakmai féltékenységnek. Attól félünk, hogy a másik ember képességei, adottságai, erényei, tehetsége puszta létezésével kikezdi a mi tekintélyünket. Nem lehetséges? Ahelyett, hogy azt annak örülnénk, hogy kiegészít minket. Nem lehetséges, hogy ettől éppen azért félünk, mert ha mi elismerjük, hogy mások tévedhetnek, akkor másoknak is el kell ismerni, hogy mi tévedünk. Van egy ilyen megbocsátási szellem a társadalomban, vagy pedig a tökéletesség mitoszát hordjuk magunkkal, és nem vállalunk semmiféle kudarcot, és inkább gyáván fenntartjuk ezt a tévedhetetlenséget? Van egy ilyen hétköznapi pacifizmus, hogy úgy mondjam, a nem szólás pacifizmusa annak reményében, hogy majd a mi kudarcainkat se fogják megnevezni. De én elmondanám egyéni véleményemet a kudarcról. Én nem tartom olyan egyértelműen negatív történésnek a kudarcot. Az a véleményem, hogy a kudarc a valóság egyenes beszéde. Csak ember legyen hozzá, aki ért ebből az egyenes beszédből. Most egy kicsit túltekintve a mindennapokon. Hát az ember célokat kitűzve cselekszik. Ha minden célt tökéletesen tudna realizálni, akkor nem lenne fejlődés, nem találtuk volna ki a szöget, a kereket. Nem korrigálnánk örökkön örökké. Nem fejlesztenénk örökkön örökké tárgyi emberi környezetünk egész birodalmát. A kudarc nem egyértelműen negatív, még a vereség se, ha van, aki feláll és kimondja. A kudarc nem egyértelműen negatív, ha azt, aki kudarcot szenvedett, nem a káröröm kórusa fogadja, ha kudarcból netán még mások is hajlandók tanulni, ha van erőnk újrakezdeni. Tehát a kudarcnak hiányzik a presztízse, így is mondhatnám, akármilyen paradox, miként a tévedésnek. Nem ismerek olyan nagy gondolkodót, aki ne írta volna le nagyon sokszor azt, hogy tévedett. És a hétköznapi gyakorlatunkban... És aki ne korrigált volna. Sajnos a mi hétköznapjainkban ez sokkal ritkább tünemény. És ez gátja az előre mozdulásnak. Hogy nem merjük kimondani, hogy tévedtünk. Pedig, hát legyünk őszinték. Ha van ember, akivel szemben jogosan vagyunk bizalmatlanok, hát ez az az ember, aki sose téved, sose szenved kudarcot, aki a jelek szerint csalhatatlan. Hát gyanút kell fognunk, hogy valami nincs rendben, mert nem ez a természetes. Na most ehhez, hogy kudarcokat, tévedéseket nevén nevezzünk, ne leplezzünk el. Ehhez valóban kell bátorság, de ez már nélkülözhetetlen. Erre már egyenesen azt mondom, hogy nélkülözhetetlen. A gyávaságnak azokkal a nyelvi rítusaival nem lehet. Tous les êtres vivants sans exception.